Sziasztok, ez itt a heti kibeszélő legújabb adása. Hát a Mikulás hozott ezúttal nem kevés rangadót, többek között egy Napoli Atalantát, egy Róma Intert, egy West Ham Chelsea-t, egy klasszikert, amely a bajnoki címet is befolyásolta, és nem utolsó sorban egy spanyol bajnokit is. Hát Danit viszont nem hozta magával ezúttal sem, viszont utólag majd be fog jelentkezni, illetve ő fogja majd zárni három mérkőzéssel a sort. Aki viszont úgymond élőben itt van velem, hát szokás szerint Bózsik Tamás, szia, köszöntelek ismételten a heti kibeszélőben. Sziasztok, én is köszöntök mindenkit! Hát akkor kezdjük azt hiszem a klasszikerrel, a Bundesligával. Ugye nyilván egy klassziker általában mindig egy kiemelt rangadó Németországban, mondhatjuk, hogy a német futball egyik legnagyobb rangadója a klubfutball tekintve ez a Dortmund-Bayern találkozó, de hát idén meg még inkább az volt, hiszen ugye amelyik csapat ezt a meccset megnyeri, az ugye a tabella első helyén végez, legalábbis a fordulót követően, aztán hogy a szezon végén is azt majd arra majd választ kapunk májusban. És mivel most volt tényleg a bajnoki cím szempontjából tétje, ezért még kiélezettebb hangulatú meccs volt, főleg, hogy a Dortmund, amely ugye múlt héten a BL-ben kikapott 3-1-re a Sportingtól, és már biztosan nem lesz ott a BL 8-a döntőjében, most a német bajnokságban próbálta enyhíteni ezeket a sebeket, és ugye eddig mindegyik meccsét megnyerte hazai pályán ebben a szezonban, ami eddig szinte példátlan volt. Hát most viszont jött az első meccs, amit nem nyertek meg, és jött az első meccs, amelyen ki is kaptak hazai pályán, ez pedig a Bayern München ellen volt. Hát mondhatom, hogy a Bayern ellen belefér a vereség, viszont egy nagyon fontos rangadót veszített el a Dortmund, és ezért hát Felix Zweier is utána megkapta magáit a meccset követően. És hát mégis milyen meccs volt ez? Valami elképesztően volt végig a nyári szuperkupa után. Ezen a mérkőzésen játékban még közebb tudott férkőzni a Bayernhez a Dortmund csapata. Mivel minden sírütjük felépült, így tényleg jó volt látni, hogy így az egy hónapos szenvedés és kibekkelés után most végre az igazi Dortmundos gyors, intenzív játékot mutatta a csapat. A Bayern szuperkupát akkor még augusztusban vérprofin leosztítva, viszont tényleg nehezebb dolguk volt Nagelsmanniknak. Hummels és a többi dortmundi védő bizonytalanságát most sem sikerült kiköszöbölni a sárga feketéknek, és ez konkrétan mindegyik gólnál segítette, de a Bayern München, de ebből akár több gólt is szerezhettek volna az, hogy egyéni hibákból. Amellett pedig, hogy egy prima íromat hozott tényleg a meccs, oda-vissza ellentámadásokkal, kisebb Bayern mezőnyfölénnyel, a meccs bizonyos szakaszaiban viszont több Dortmundi nyert pár harccal a középpályán. Voltak itt külön csaták is, egyrészt ugye Upamecano és Haaland ütközetei. A norvég ugye lőtt egy gól, de a sokat kritizált Upamecano nagyon tapadt rá, és sokat küzdött vele, míg a túloldalon Hummelszék egészen másképp gondolták és értelmezték Lewandowski-nek a tartását, ugyanis több esetben méterekre álltak a lengyel csatártól, aki nem egyszer tudott zavartalanul átvenni labdákat és ráfordulni a kapura. Illetve hogy a említett szólt kicsit a bíróról is a mérkőzésre, mint Julian Brandtról, aki a mérkőzésnek kb. 60. perc célnél esett össze és árult el. Egészen eddig a találkozónak remek iroma volt, közben szerencsére Brandt állapotáról is pozitív híreket hallunk, és hát ugye térjünk ki akkor Felix Zweierre, aki ugye vezényelte a klasszikert. A Dortmundnak a mérkőzésen két egyértelmű, bár egyben vitatott büntetőt nem adott meg, amelyeket ugye a Varszavába vissza sem néztek, viszont Hummels kezelésénél pedig a büntetőpontra mutatott, amivel nyert a Bayern München ezt a Dortmund játékosok, illetve a szurkolók is eléggé nehézvényezték, sok utózöngéje volt ugye ezeknek az incidenseknek, egyrészt így Jude Bellingham nyilatkozata, ami már egyébként bíróságügyre is került, és ország büntetésre számított a futballista miatt, de ugye ő kijelentette, hogy mit vártak mégis egy olyan bírótól, akit ugye bundázással vádoltak meg még 2005-ben. Mindenesetre a Dortmund szurkolóknak nagyon-nagyon nehezükre esett ezt elviselni. Elég csak azt megnézni, hogy a Felix Zweier Instagram oldalát
rohamozták meg, minden esetre a Bayern nyerte a klasszikert. Meglátjuk majd, milyen büntetésvel Bellingemre meg lesz az ügynek valamilyen következménye, viszont volt egy, nem egy rangadó, viszont egy úgymond új korszak kezdete szempontjából igen érdekes mérkőzés a Premier League-ben, hiszen vasárnap ugye az utóbbi időben eléggé sok kritikát kapó Fred góljával 1-0-ra nyert, és ezzel Ralf Rangnick győzelemmel debütált a Manchester United kispadján ugye a Crystal Palace ellen, illetve hát elég hosszú idő után nem kapott gólt az Old Traffordon ugye a Manchester United. Nem volt ez egy gólgazdag meccs, viszont 3 pont, ami nagyon kellett most a Unitednek, és azok után, hogy ugye Carrick tényleg 3 meccsen tökéletesen ugrott be, ugye győzelem az Arsenal ellen, Villarreal ellen, X a Chelsea ellen, azt hiszem azért ezek jobb teljesítmények, mint amit mondjuk a Liverpool vagy a Watford ellen nyújtott ebben a szezonban a United. Most a Palace ellen egy szűk győzelem, de hát ez indíthatja el akár a Unitedet tényleg felfelé a tabellán. Szövegen indíthatja nem csak a tabellán, hanem talán abban is, hogy visszanyerheti kicsit a csapat a régi karakterét, a régi dívóját, ugyanis az Old Trafford közönsége hosszú idő után végre valódi futballt és valódi elképzeléseket láthatott a csapatától. Rangnick első meccsét hatalmas várakozásra lesz Angliában, és már egyből egy meccs után tetten érhető volt az ő identitása és játék felfogása. Felszabadultan sok gyors, hosszú felpasszokkal játszott a United, Maguire sok keresztlabdát adott a szélekre, és Sancho is nagyon-nagyon aktív volt a bal oldalon, ahol inkább ott próbált a védelem mögé kerülni és beadásokkal operálni a United. Egyedül csak a gól hiányzott, mert tényleg intenzíven is és jól játszott a csapat, amelyet végül pont a sors iróniája, hogy a sokat kritizált Fred szállított. Kelleni fog az EMU új mesterének legalább egy hónap, amíg teljesen át tud állni erre az új rendszerre a csapat az ő általa követelt elemekre. De ezzel a Premier League kijelenthetjük, hogy szerintem visszakapott egy top csapatot. Egy kis szériá is, hiszen 2 rangadót is rendeztek. Most emeljük ki az egyiket, ez pedig a Napoli-Atalanta meccs, ahol ugye a Napoli nagyon jól kezdte ezt az idei szezont a bajnokságban, tényleg első számú bajnok esélyes lett a nápolyiakból, akik visszacsúsztak a 3. helyre, hiszen ugye az Inter, amely címvédőként úgymond nagyon lemaradt, mert a Milán és a Napoli repülőrajtot vett, addig a válogatott szünetről visszatérve a Milán rögtön 2 vereséggel kezdett, és most a Napoli ragadt be, ugye a hétközi fordulóban 2-2-t játszott a Sassuolóval, most pedig 3-2-re elbukta az Atalanta elleni meccset, és ez nem elég, hogy mondjuk az Inter és a Milán megelőzte a tabellán, hanem az Atalanta feljött, tehát tulajdonképpen most már 4 csapat is harcban van a Scudettoért. Rendkívül izgalmas az idei olasz kiírás, és azért pár évvel ezelőtt, akár csak másfél, nem gondoltuk volna azt, hogyha lesz 4 bajnok esélyes a szériában, akkor egyik sem lesz mondjuk a Juventus, de mondjuk az a Róma sem, amely pár éve BL elődöntőt játszott, meg az a Láció sem, amely mondjuk 2 éve szintén harcol volt a Scudettoért, úgyhogy rendkívül izgalmas és jó idény elé nézünk, de azt, hogy az Atalanta hogyan tudott ezen a mérkőzésen tényleg bajnok esélyes lenni, úgymond, és ezzel is csak 4. helyen vannak a Gasperiniek, tehát hogy tudott ez a csapat ilyen bravúr győzelmet aratni Nápolyban, és ezzel bejelentkezni a bajnoki címért? Nem feltétlenül volt ez akkor a bravúr győzelem, igenis várható volt, és már szezonok óta számolni kell az Atalantával, a Juventus ellen is megmutatták, hogy akár már tényleg van azon a szinten a csapat, hogy egy Juventus ellen le tudja hozni 1-0-ra a meccset, és ne kelljen az eredmény után rohanni adott esetben. Ez is, ami egészen őrült, 90 percet percnek lehetünk tanulni ismételten. Tényleg volt itt minden ebben a 2-3-as Atalanta győzelemben. Rossz fél időkezdések, ugye a Napoli kapitulált már rögtön az első fél idő 7. percében, majd aztán ugye a Napoli vezetése fordultak akkor lett Napoli vezetés, amikor pedig az Atalanta kezdte nagyon rosszul a másodikat, és bekapott egy gólt a második fél idő kezdetén. Zapata kapufát rúgott, ahogyan
például Lozánot is megemlítettük, hiszen pedig az ágyékával csodorta valahogy a mellé üres kapunál a labdán. Szóval elképesztő drámai körülmények közt fordított és nyert az Atalanta, Spalletti pedig ugye egy főső páholyból ablakon keresztül nézhette mindezt. Ezáltal pedig, ahogyan te is említetted, egy bődületes 4-es verseny alakult ki a Scudettoért. Az Atalanta tényleg nagyon jó formában van a rosszabb szezonstartot követően. Először ők pont egy olyan csapat, akik mindig igazán a szezon végére, a második felére lendülnek bele igazán. Ott van még a Napoli, a Milán és az Inter is, ugye rajtuk kívül, akiknek komoly esélyeik vannak, és ne feledjük, hogy a Napolira és a Milánra, ugye az Európa Ligában és a BL-ben két továbbütés szempontjából kulcsfontosságú mérkőzés lesz, valamint, ahogyan tényleg te is említetted, mindegyik csapatnak most voltak vereségei, voltak kisebb hullámvölgyei, úgyhogy ez tényleg elképesztő izgalmak lehetnek itt, és a négy bajnok aspiránsra most komoly meccsek válnak. Vannak még hátra mérkőzéseink, nem megszokott adásmenet, reméljük azért többször majd erre nem kerül sor. Ugye ebben az évben még elvileg 3 heti kibeszélő lesz. Szóval most már közeledünk az év végéhez, és itt is elmondom, hogy érdemes most követni a csatornát, hiszen a megszokottaktól, hát az eddigi megszokott tartalmaktól kicsit eltérő lesz mostantól így a felállás erre az egy hónapra, főleg majd összegző, évvégi összegző toplistákének, amik egyébként Tomi oldalán a focijava.hu szöveges formában is megjelennek, úgyhogy innen is azt mondom, hogy azért kövessétek az oldalt, hogyha szerettek olvasni, vagy focis cikkeket, hiszen más témában is olvashattok ott a focijava.hu bármit, tőlem például ugye mostanában ezeket a toplistákat, illetve a heti kibeszélő aktuális tartalmát, illetve majd lesz ugye szilveszteri műsor is, és egyéb különlegességekkel készülünk, úgyhogy érdemes követni, főleg majd az év utolsó napján ott majd egy nagy durranással is készülünk, és nem csak itt YouTube-on, úgyhogy legyetek résen, ezt most elárulhatom már, de ezt majd a többi adásban is ki fogom emelni, hiszen azért addig még van idő. Hát minden esetre jövő héten remélhetőleg újra találkozunk ugyanitt, kibeszéljük majd az aktuális hétvégi történéseket, és talán majd a Bajnokok Ligájára is tudunk egy kis időt keríteni, mert és egy érdekes téma egyébként, szóval a jövő heti hosszabb adás lesz, de nem húzom tovább a szót. Maradt még hátra 3 rangadónk, amikről majd Dani fog tehát mesélni, és ezzel ér véget a heti kibeszélő mára. Azért a rendkedvéért elmondom, melyek ezek a rangadók. A spanyol bajnokságban a Real Sociedad, Real Madrid, ahol a Real most már 8 pontos előnnyel vezet, hiszen Luka Jovic góljával többek között 2-0-ra nyerni tudott San Sebastianban, és ezzel egyelőre vezeti a tabellát, és a Sociedad, amely remek formában van most, úgymond elvérzett. Akkor ezek mellett volt egy West Ham United Chelsea rangadó, a West Ham most a Chelsea-t fogta meg, elképesztő David Moyes-ék sorozata, egyedül az Arsenal az, akiket még ebben a szezonban nem tudtak elkapni sem a Liga kupában, sem a bajnokságban, de ez is csak azért eddig, mert nem találkoztak egyik sorozatban sem az ágyúsokkal. Meglátjuk majd 2 hét múlva, mi lesz az Emirates-ben, hiszen akkor játszanak majd az Arsenallal a kalapácsosok, és nem utolsó sorban Róma Inter, amely gyakorlatilag csak fél óráig volt rangadó, és az Inter nagyon simán verte José Mourinho-ékat, és úgymond folytatta jó sorozatát, és Inzaghiék továbbra is harcban vannak a címvédésért a szériában. Úgyhogy köszönöm szépen Mozsik Tamásnak, hogy itt volt, és akkor át is adom innentől kezdve a szót Daninak, ő fogja tehát befejezni a heti kibeszélő december 6-ai adását. Úgyhogy köszönöm szépen még egyszer mindenkinek a figyelmet, én elbúcsúzom, ahogyan Tomi is, de maradjatok még itt velünk, úgyhogy sziasztok! Sziasztok, jó szurkolást, és bizony Dani még jön a meccsekkel. Összességében a meccs képét és a statisztikákat figyelembe véve a Chelsea fölényben játszott, azonban mégis a West Ham nyerte meg a találkozót. A mérkőzés röviden, a 28. percben Thiago Silva egy szélületet követően megszerezte a vezetést a Chelsea-nek, majd 54. percben egy büntető, ez egy rosszul hazatett labdát követően alakult ki a Chelsea kapuja előtt, itt Mendy kapus szabálytalankodott, és ebből alakult ki a 11-es, de fontos hangsúlyozni, hogy itt ennél a szabálytalanságnál nem Mendy volt a fő hibás, ugyanis Jorginho rosszul hazatett labdáját próbálta csak menteni, és ekkor szabálytalankodott. A büntetőt Lanzini magabiztosan értékesítette, ezzel 1-1 lett, de a West Ham feltámadása helyett mégis a Chelsea iramodott meg neki az utolsó perceknek, és ennek meg is lett az eredménye. A 44. percben Mason Mount egy kiváló találattal újra megszerezte a vezetés csapatának. Azonban a második fél
azonban a második félidőre mégis a West Ham futott ki jobban. Ennek meg is lett az eredménye, az 56. percben egyenlítettek, ezzel 2-2 az állás. Majd jött a 87. percben a Schlusspoén, egy beadásnak szánt lövés, vagy egy lövésnek szánt beadás eredményezett gólt. Masukutól érkezett ez a beadás, én ezt inkább annak mondanám, és szerintem Mendy is így volt ezzel, hisz a kapu előtt helyezkedett, így számára is nagy meglepetés volt, hogy a labda kapudal tartott, ennek köszönhetően be is hullott ez a kapuba. Ezzel a Chelsea már nem tudott mit kezdeni, az utolsó percekben még volt helyzetük, de az nem eredményezett gólt, így tehát 3-2 lett a West Ham javára. Az előző mérkőzéssel ellentétben, amiről én beszélhettem, erről már nem tudom elmondani, hogy jó kis szurkolóbarát találkozó volt, ugyanis az első gólig, ami csak a 47. percben született, nem is volt igazán nagy helyzet egyik csapat előtt sem, pontatlan, rossz befejezések sorát láthattuk mindkét csapatnál. A Real Madrid szurkolók azonban a meccs végén mégis elégedettebbek lehetnek, hisz a 47. percben jött Vinicius Junior, aki egy szép találattal vette be a Sociedad kapuját, majd az 57. percben Luka Jovic, aki hosszú idő után szerzett újra gólt a Real Madridban. Nem mondom, hogy nagy találat volt, hisz körülbelül 3-4 méterről kellett csak a kapuba fejelnie, de azért oda kellett érni. A Real Madrid összességében azt hiszem elégedett lehet, hisz megnyerték a találkozót, és maga biztos fölénnyel továbbra is vezetik a La Ligát.